A monitorok felbontása egyre nő, a játékok grafikája egyre valósághűbb, a mesterséges intelligencia pedig belépett a mindennapjainkba. Vajon melyik gyártó tudja a legjobb választást nyújtani ezekre az új kihívásokra? Nvidia RTX vagy AMD Radeon videókártyát érdemes beszerezni, ha valaki egyszerre szeretne professzionális munkát végezni és a legújabb játékokkal is kompromisszumok nélkül játszani. A döntés sosem volt ennyire összetett, a puszta nyers erő már rég nem az egyetlen szempont. A két nagy gyártó, a zöld és a vörös csapat, eltérő filozófiát és eltérő technológiai fegyvertárat vonultat fel. A játékosok világában az Nvidia márka neve a technológiai éllovas szinonimájává vált. Ennek fő oka a Ray Tracing és a Deep Learning Super Sampling, vagyis a DLSS. A valós idejű sugárkövetés az a technológia, amely a játékok fény és árnyék hatásait fotorealisztikus szintre emeli. Napjainkban már a középkategóriás kártyák is elfogadhatóan képesek kezelni ezt a terhelést, de a csúcsot továbbra is az RTX 5080 és az RTX 5090 modellek jelentik. Az Nvidia itt egyértelműen vezeti a piacot. A dedikált Ray Tracing magok révén, amelyek sokkal hatékonyabb számítási kapacitást nyújtanak ezen a területen, mint az AMD megoldásai. A DLSS pedig a másik adóász. Ez a mesterséges intelligencia alapú felskálázási technológia képes alacsonyabb felbontásban renderelni a képet, majd az AI segítségével éles, magas felbontású végeredményt előállítani, jelentősen növelve ezzel a képkockák számát. A DLSS 4-es verziója már gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a natív felbontástól, és hatalmas előnyt jelent a teljesítményben, különösen a nagy 4K-s felbontások esetén. Ez a két technológia teszi az Nvidia-t a prémium játékélmény, a 4 és 8K-s felbontások kompromisszummentes királyává. Aki a legmagasabb vizuális minőséget és a lehető legmagasabb képkocka számot keresi, az továbbra is az RTX 5080 vagy 5090 kártyák felé fordul. Az AMD azonban nem tétlen. A Radeon kártyák, mint az RX 9070 vagy 9070 XT modellek, hagyományosan a nyers erőben és az ár-érték arányban jeleskednek. Rasterizációs teljesítményben, vagyis a hagyományos háromdimenziós képalkotásban az AMD csúcskártyái felveszik a versenyt a hasonló áru Nvidia modellekkel, sőt, néha még meg is előzik azokat. Az AMD válasza a DLSS-re a Fidelity FX Super Resolution, az FSR, amely egy nyílt forráskódú megoldás, azaz elvileg bármelyik videókártyán működik, beleértve az Nvidia régebbi modelljeit is. Bár az FSR is jelentősen fejlődött, a képminősége egyelőre még mindig elmarad a DLSS 4-es szintjétől, bár a különbség egyre csekélyebb. Az AMD a videó memóriával, a VRAM-mal operál. A Radeon kártyák gyakran több VRAM-ot kínálnak az adott árszinten, ami a jövőbeli, egyre nagyobb memóriát igénylő játékok és nagy felbontású textúrák esetén hosszú távon előnyt jelenthet. Az RX 92060 XT 16 GB RAM-mal például remek árérték arányt képvisel a középkategóriában. A Radeon tehát a praktikus, költséghatékony választás azok számára, akik a nyers erőt preferálják és el tudnak tekinteni a Ray Tracing tökéletesítésétől. De mi a helyzet a professzionális felhasználással? A munkával? Ez a terület az, ahol az Nvidia hosszú ideje szinte megkérdőjelezhetetlen vezető szerepet tölt be. A mesterséges intelligencia, a háromdimenziós renderelés, a videószerkesztés és a CAD alkalmazások tekintetében az Nvidia zárt, de rendkívül kiforrott ökoszisztémája, a CUDA a mai napig aranysztenderdnek számít. A CUDA magok párhuzamos számítási képességeit szinte az összes professzionális szoftver kiaknázza, legyen szó a Blender renderelésről, az Adobe Premiere Pro videószerkesztéséről, vagy a különféle AI fejlesztési platformokról. Az Nvidia dedikált stúdió meghajtói, a driverek pedig garantálják a stabilitást és az optimalizációt ezekben az alkalmazásokban, ami kritikus a határidős munkák esetén. Az AMD is kínál Radeon Pro kártyákat és nyílt forráskódú megoldásokat, de a szoftveres támogatás és az optimalizáció még manapság is elmarad az Nvidia szintjétől. Bár a Radeon kártyák nyers számítási teljesítménye lehet, hogy magas, a professzionális alkalmazásokban tapasztalható valós sebesség gyakran lassabb az Nvidia megoldásainál, mert a szoftverek nincsenek az AMD architektúrájára optimalizálva. Aki pénzt keres a számítógépe segítségével, annak a megbízhatóság és a szoftveres támogatás kulcsfontosságú.
Ezen a téren a CUDA és a stúdió driverek jelenléte miatt az Nvidia továbbra is a legbiztonságosabb és a leggyorsabb választás. Ezt a piaci dominanciát csak hosszú évek fejlesztése árán lesz képes az AMD megingatni. A dilemma tehát nem a rossz és a jó között van, hanem a prioritások között. Ha a munka a fő szempont, különösen a mély tanulás, a grafikai tervezés, a professzionális videószerkesztés terén, az Nvidia a stabil és megbízható megoldás. Ha a fő cél a játék, de a költséghatékonyság is fontos, és nem a ray tracing a legfőbb prioritás, akkor az AMD Radeon kártyái nyújtanak kiváló árérték arányt. A középkategóriában egy-egy Radeon modell több VRAM-mal és jobb nyers teljesítménnyel kecsegtet a hagyományos rasterizációs játékokban. A csúcskategóriában viszont az értékek 50-80 és 50-90 verhetetlen a ray tracing és a DLSS nyújtotta páratlan vizuális élmény és képkockaszám terén. Térjünk rá egy másik nagyon fontos kérdésre. Az integrált vagy más néven alaplapi grafikus vezérlők szerepére. Mára már az integrált videókártyák képességei olyan szintre jutottak, ami korábban elképzelhetetlen volt. Az AMD Ryzen processzoraiba épített Radeon alapú iGPU-k és az Intel Core Ultra processzorokba integrált Arc grafikus egységek ma már messze meghaladják a 10 évvel ezelőtti dedikált kártyák teljesítményét. Ezek az alaplapi VGA-k könnyedén megbirkóznak a mindennapi feladatokkal, mint a webböngészés, a dokumentumszerkesztés, a videó lejátszás, sőt még a 4 és 8K-s felbontású videók lejátszását is támogatják hardveres gyorsítással. A kérdés, hogy van-e még értelme videókártyát venni, ha valaki nem játszik, ma már sokkal relevánsabb, mint valaha. A válasz egyre inkább az, hogy a legtöbb átlagos felhasználónak valószínűleg nincs szüksége dedikált videókártyára. Az alaplapi megoldások elegendő teljesítményt nyújtanak a casual játékokhoz, a régebbi vagy nem túl erőforrásigényes címek futtatásához és a könnyű videószerkesztési feladatokhoz is. Ha valaki csak dokumentumokat szerkeszt, prezentációkat készít vagy online oktatásban vesz részt, az alaplapi grafika tökéletesen elegendő és jelentős összeget spórol meg vele a gép építése során. Azonban van egy határ, ahol az alaplapi grafikus vezérlők elérik teljesítményük végét. Ez a határ a professzionális tartalomgyártás és a komoly játék. A háromdimenziós modellezés, a bonyolult videórenderelés, a nagyméretű képek szerkesztése, a mesterséges intelligencia fejlesztés, vagy a legújabb felső kategóriás játékok futtatása mind olyan feladatok, amelyekhez dedikált grafikus kártya szükséges. A dedikált VGA-k sokkal több memóriát, sokkal nagyobb sávszélességet és speciális számítási egységeket, mint a már említett ray tracing magok vagy a tensor magok kínálnak, amelyek elengedhetetlenek ezekhez a feladatokhoz. Összefoglalva, az alaplapi VGA-k a modern számítógépek csendes hősei, amelyek eltörölték a szükségét annak, hogy mindenki dedikált kártyát vásároljon. Azonban az igazi teljesítmény, a jövő technológiái és a professzionális munkavégzés továbbra is a dedikált videókártyák világába tartozik. A választás tehát a te kezedben van, melyik utat választod. A csúcsminőségű vizuális élményt és a stabil profi támogatást nyújtó Nvidia-t, vagy az ár-érték arányban és a nyers erőben remeklő AMD-t. Vagy talán megelégszel az alaplapi megoldások meglepően jó képességeivel. Ez a technológiai dilemma egy igazi, izgalmas, mélyreható vita alapja lehet. Kérlek, osszátok meg velünk a komment szekcióban, ti melyik utat választanátok napjainkban és miért? Hasznosnak találjátok az AMD FSR-jét, vagy inkább az Nvidia DLSS-e a meggyőzőbb számotokra? Milyen feladatokra keresitek a kártyát, és mennyire tartjátok fontosnak a ray tracing képességeit? Ha el tudjátok képzelni, mi az, amire még jók lehetnek az alaplapi kártyák, azt is írjátok meg nekünk. Ha tetszett ez az elemzés, nyomj egy lájkot a videóra, ezzel segíted a Tech Percek csatorna növekedését. És persze ne felejts el feliratkozni, hogy a jövőben sem maradj le a legizgalmasabb technológiai kérdéseket firtató videóinkról. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!